hogy mit tudok én ehhez hozzátenni. Egy kicsit úgy megilletődve érzi magát az ember. Még egyszer köszönöm, hogy eljöttetek. Remélem mindenki élvezni fogja, amit az elkövetkező néhány percben megemlítek. Tehát az akadémián vagyunk, és az akadémia mindig, egy görög szó, a görögökhöz megy vissza, mint annyi minden a nyugati civilizációba, a tudás és bölcsesség istenőjének, Athénának szentelthágon. Az akadémia, mint ahogy ezen a csodálatos képen Raffaellónak az athéni iskola képén lehet látni, egy ilyen magasztos intézmény, a halhatatlanok lakhelye, az istenek, a tudósok, a halhatatlanok lakhelye. A székfoglaló nagyon sok nyelven inaugural, ami egy latin szóból származik, a latin augurból, az augur pedig madárjós. Ez egy időben, a rómaiak idejében egy nagyon népszerű állás volt. Persze voltak kockázatok, hogyha a jós jót mondott, akkor egy nagy vagon pénzzel jutalmazta a Cézár, de hogyha rosszat mondott, akkor egy fejjel rövidebb le, mint a politikai élet. Az inaugurare ebből képzett ige, a madarak viselkedése alapján jósolni a jövőt. Tehát ennek az előadásnak az alcíme, főcíme az is lehetne, hogy a halhatatlanok lakhelyén a madarak viselkedése alapján jósoljuk a jövőt. Engem, ahogy az elnök úr is említette, a szaporodási rendszerek érdekelnek, a madarak viselkedés, nem csak a madarak egy általában, és erre a közvélemény rengeteg példát tud. Az egyik, ha akvarista ismerősödök van, akkor a guppik az egy kiváló jószág, mert lehet látni, hogy a hímek között mekkora változatosság van, vagy hogyha esetleg Pápua-Új-Guineába utazik az ember. A paradicsom madaraknak ez a díszes párválasztása az emberek emléketetét megragadja. Kevésbé ismert a valódalom látható kis béka, ausztráliai faj, ami sajnos most már kihalt. Ennél a békánál az utódok a mamának a gyomrában kelnek ki. És a száján keresztül szüli meg a mama ezteket a kis békát. Nem a hangzacskójában, meg nem az ováriumban, hanem a gyomrában szüli ezt, az eleven szülő kis békát. Talán még ennél drámaibb az ember közel rokona a csimpánznak, az ivari dimorfizmusa felül egy csimpánznak az agyát, agyvelejét lehet látni, és a az alsó képen semmi más, mint az egyik hevéjé. Ebből a srácnak kettő volt. Kettő. De lehet képzelni, hogy ami itt történik, mennyire befolyásolja az, ami itt történik. Elég két valószínű. Tehát a szaporodási viselkedés, reproduktív stratégiák nagy változatosságot mutatnak az állatvilágban. Az egyik fő elmélet, ami ennek a változatosságnak az okát kutatja, az Charles Darwinnak a nevezetes hipotézise, az ivari szelekció. Az ivari szelekció az arról szól, hogy az egyedek reproduktív sikerét nem csak úgy tudják növelni, hogy gyorsabban szaladnak el a nyúl a róka előtt, hanem úgy is, hogy a párválasztásban sikeresek. Vagy úgy, mint a szarvasbikák, a másik szarvasbikát legyőzi, vagy úgy, hogy őt, a hímet választják a nőstények. Ez az ivari szelekció. Ez a téma nagyon népszerű. December 9-én magyarul tegnap. Lefutottam a Web of Science-be egy kis search-et, és abból lehet látni, hogy mennyi citációt kap ez a kulcs szó sexual selection, 20 000 felett van a kumulatív citációknak a száma. Évente körülbelül 1000 cikk jelenik meg, aminek ez a kulcs szó, ivari szelekció van a címében, a kulcs szavában, vagy az abstract. Akkor feljön a kérdés, hogy lehet egy olyan tudományterületet, amit Darwin 150 évvel ezelőtt már javasolt, azóta rengetegen dolgoznak, évente körülbelül 1000 cikk van. Lehet-e egy ilyen tudományterületen újra kapni? Hát hogyan is kezdődött? Hát úgy kezdődött, hogy 1988 körül kerestem új vizsgálati anyagot. Kerestem, én a Síkfőkúti Erdőben végeztem a doktorimat, a cínegéknek, harkályoknak a viselkedése tanulmányoztam, de aztán a PhD után, a doktori után rájöttem, hogy ezt írjuk nagy részében, én a fákat figyeltem.
Még a fáknak a viselkedés, hát hogyha vannak botanikusok elnézést, azért nem nagyon izgalmas a levél, így áll vagy úgy áll, hát jó. Ennél esetleg vannak izgalmasabb dolgok. Én kerestem egy olyan csoportot, amit közvetlenül meg lehet figyelni. És akkor kevés gondolkodás után ezeket a jószágokat, a parti madarakat választottam. Nagyrészt azért, mert nyílt élőhelyen fészkelnek a tojásokat, amikor meghallják az emberek, hogy madarakkal foglalkozunk, azt hiszik, hogy a fákon nézik a fészkel. Nem minden madár, a madarak nagy részletének fásznak fákon fészkel, de nem minden. Ezek történetesen talajon fészkelnek, meg lehet fogni, meg lehet jelölni, minden kontinensen fészkelnek, és amit akkoriban nem tudtam, de azt később megtanultuk, a szaporodási viselkedése a különböző parti madárfajnak különböző. Lesz néhány ábra, tehát ilyen grafikon ez az előadás, nem tudtam őket elkerülni, elnézést, de próbálom ezeket érthetően elmagyarázni. Hát ezen az ábrán semmi más nem lehet látni azt, hogy milyen típusú az utódolgozási rendszer és a függőleges tenger az a fajoknak a száma. Tehát, hogyha nagy ez az oszlop, akkor sok faj van egy adott csoportban. A parti madárfajok nagy részébe mindkét szülő gondoz, mint az embernél is. Tehát papa, mama, mint a mesébe, gondozzák a gyerekeket. Tehát eddől van a legtöbb. A eltérés a biparentális, a két szülő gondoskodástól, amikor csak a nőstények gondozzák a fiókákat, a hímek azok küzdenek, vagy akár emberi hasonlat lenne, hogy a párba töltik az idejüket, és a mamák gondozzák a kisgyerekeket. Érdekes módon a partnernak körében van ennek a tükörképe is. Van olyan faj, mégpedig elég sok, ahol a mamák ülnek a bárba, a mamák kiállnak, a mamák küzdenek egymással, és a papák azok, akik otthon maradnak, és a kisgyereket nevelgetik. Ezt lehet látni a valóban. Ennek a változatosságnak az oka? Hát a rövid válasz az, hogy nem tudjuk, de a diverzitás, a sokféleség az mindig jó kiindulópont, hogyha valamit próbálunk megérteni. Hogy ezt a diverzitást megértsük, a 88-ban két gyerekünk volt, a Tamás és Áron, ez az akkori kép, itt a madaraknál szokásos, ez a clutch size, ez a fészekaj méret. A feleségem az gyesen volt, lementünk a délaföldre, egy tanyán, pontosan ezen a tanyán laktunk, ez volt a Land Rover helyettesítő jószág, amit családi ajándékba kaptunk a szüleimtől. Elég nagy, a terep szezon vége felé már elég ütött kopott volt, a kutatócsoportnak egykori képe az ott látszik. Ezt a képet azért tettem be, viccet szabad egy székfoglalom mondani, vagy nem? Ez az egy nehéz probléma, hogy elkezdek-e viccelni, vagy nem, mert akkor sok embernek az a benyomás, hogy nem komolyan tudás. Egy viccet hagy, vagy nem vicc, egy igazi történet, hagyd meséljek. Állampusztán voltunk a vendégházban, és az egyik este érkezett egy idős házaspár, Béla bácsi és a felesége. Na, a felesége nagyon gyorsan megjegyzést tett a gyerekeimnek, persze a én feleségem persze egy tigrisé változott, amikor a gyerekeim cigyák, úgyhogy megvolt a családi pernapban. Másnap reggel a börtönőrök mindegyik érde, na Tamás, milyen, hogy van a nyaka? Milyen a nyaka? Biztos ilyen kérdés, hát mi lenne itt a nyaka? Na, ennek az volt az oka, hogy Béla bácsi évtizedeken keresztül a magyar állam hivatalos ítélet végre hajtott. Ezt a fiatalon nem biztos, hogy ez a hókép. Tehát a Béla bácsival nagyon sok ember csak egyszer találkozott. De én találkoztam többször. De ilyen sztorik bukkannak fel a közös homály a régmúlban. Tehát ez a jószág, amiről fogok az elkövetkező percekben beszélgetni. Ez egy kis juhászka madár, a régi magyar neve, Széki Lilek. Földön fészkel, úgy néz ki, tehát ott lehet látni a papát, meg a mamát. Kis jószág, gyakori fészkelő madár volt Európában, idejük köztük hazánkban is, de sajnos a számuk nagyon lecsökkent, szikes élőhelyeken él, és ami a sztori szempontjából fontos, hogy változatos a szaporodási rendszere. Ezen az ábrán a terepi
módszerénket lehet látni, nem kell nagyon megijedni, de ezen felül mi azért használunk néhány high-tech dolgot is, GIS, genomes, dynamic modeling, you name it. Ez csak az, ahogy mi a kereten az adatokat gyűjtjük. Tehát elsőnek is meg kell fogni a jószágot. Ha jó szemetek a hátulról, lehet látni, bal látjátok azt a fész, karol látjátok, Csaba, biztos látjátok. Ott van három szép villatojás, ráteszi az ember a fészekre, és a papa meg a mama nagyon gyorsan berohan a vas alá, meg lehet fogni, felteszünk rá a színes gyűrűket, egyedi pórokat teszünk fel, leszelünk hozzá egy vérmintát, és a sok esetben a fészek mellé beteszünk egy kamerát, hogy rögzítjük, hogy ki gondozza a tojásokat. Megfigyeljük a jószágokat, és hogy a megfigyelés segítsen, ezért a Kosztolányi András és Kis János kollégámmal kitaláltuk ezt a mozgatható lesámra. Ez egy elég furcsa alkotmány, de végül is a megfigyeléseket nagyon, nagyon segít. Tehát mi gyakorlatilag így dolgozunk a terepen. Az egy Széki Lila kutatások első eredményén ez az ábra foglalja össze. Ezt próbálom tömören elmagyarázni, mert elő fog jönni többször az előadás során. Az első megfigyelésünk az volt, hogy a Lila családokban a mindkét szülő gondozza a fiókákat, tehát papa, mama, szerint megosztják az utógondozást. Tehát a tojásokat együttesen mondották. De hogy a kis fiókák kikállnak a tojásokból, vagy a papa, vagy a mama elhagyja a családot. És ami nagyon érdekes a Széki Lilénél, hogy a mamák hagyják el a családot gyakrabban, mint a papák. Ez az első ábor az azt mutatja, hogy a szülők egy része az lelép. A második, a jobb oldalára, az pedig azt mutatja, hogy azok a jószágok, akik elmennek a családtól, azok jól, nagyon gyakran azért mennek el, mert egy új helyen egy új pár keresnek maguknak. De nem pusztulnak el, meg nincs elégük az életből, nem? Új pár keresnek. És ez az egyik vizsgálat, ez az egyik első dolog, amit találunk. Van az újvárosunk, ugyanaz a Széki Lila tojó költött, és a Dél-Alföldön is. Tehát nagy távolságra mozognak, a miközben párt cserélnek maguknak. És ebből a két egyszerű megfigyelés, az két nagyon egyszerű megfigyelés, ebből vezethető le az én kutatócsoportomnak a kb. 60-70%-a munkájának a 60-70%-a ebből a két megfigyelésből vezethető le. Az elkövetkező percekben végigmenek a négy témán, ezeket egyenként mutatom be, de az egy nagyon érdekes kérdés, hogy ezek között milyen a horizontális kapcsolat, és van, de az egy másik órás előadás lenne, úgyhogy arra nem térek. Tehát ez az egyik területünk, ez a Madagaszkár, Andavadoka, három lilafaj fészkel ezen a helyen, és ahogy Laci mondta, tényleg egy kis területe, egy elég, ott van a terepvizsgálati hely. Tehát az első téma, amiben a lila rendszer segítséget gyújtott, az a speciáció, vagy a fajképződés. Tehát a fajképződés mindig is a biológia egyik nagy problémája volt. A Charles Darwin nagy 1859-ben publikált könyvére gondolok, annak is a címe On the Origin of Species, tehát a fajok eredete volt. Ebbe a folyamat, tehát a fajképződésről iszonyú irodalma van, de rengeteget tudunk róla. Az ivari szelekció, amit pár perc említettem, tehát a párért folyó küzdelem, vajon befolyásolja-e a fajképződést? A textbookok, tehát a tankönyvek azt mondják, hogy az ivari szelekció az elősegíti a fajképződést, mert gondoljuk bele, hogyha van egy állatnak a sép, amire történetesen pirosak ezek a szemfoltjai, az lehet, hogy egy nagyon sikeres, ez egy jó csávó, a lányok mindőt fogják választani, és nagyon gyorsan kialakul egy piros pálva változat. Tehát a szexuális szelekció sok modell és elképzelés szerint segíti az új fajoknak a kialakulását. Hát mi megnéztük a Lilénél. A Lilén
Székely-vidéknek nagy a fészkelő populációja, a Marokkótól van egy folyamatos fészkelő állomány egészen Japánig, tehát több mint 10.000 kilométeres területen fészkelnek, és az egyes fészkelő populációk között állandó génáramlás van. Honnan tudjuk ezt? Hát onnét, hogy DNS vizsgálatról nézzük a mikroszatellitákat, és a mikroszatellita adatok alapján azt lehet látni, hogy ezen a hatalmas, több mint 10.000 kilométeres területen nem lehet földrajzilag elkülönült populációkat, lila populációkat találni. A második érdekes eredmény az volt, hogy a nőstényeknek a pálmixinája keveredése nagyobb, mint a hímeké. Olyan, hogy lehet ez? Mérhet? Ja. Ezt a vonalat két irányba folytattuk. Az egyik madagaszkári kollégák segítségével adatokat vérmintákat szereztünk Madagaszkár területén. Ez nagyon könnyen hangzik, amíg nem fogja fel az ember, hogy Madagaszkárra egy 50 km megtétele lehet, hogy egy napban telik, mert az utak annyira rosszak. Tehát a száma, a madagaszkári kollégám, az ökörszekére, zebuszekére, gyaló, meg mikor, hogy végigjárta a madagaszkári partvidéken, és a lila mintát szerzett. És az merült ki, és ezeket megnéztük a mikroszatelliták gyakoriságát. Két, illetve három fajra dolgoztunk, de ezen az ábrán csak a két faj mutatok be. Az egyik faj az monogám, ami azt jelenti, papa-mama együtt van, jövőre és újra együtt vannak, jövő után is együtt vannak. A gyerekei visszajönnek ugyanabban a populációban. Ez a madagaszkári. A másik, a kétlicce sivatagi élet, ennél a fajnál az egyedek promiszkuitás van, gyakran pár cserélnek, fiókat elkerülnek másra, stb. És a várakozásunkban ellentétben az jött ki, hogy a monogám lilének a populáció szerkezete az sokkal geográfiailag elkülönül, mint a sivatagi liléje. Ez azt javasolja, hogy amit a székilinél találtunk, székilinél látunk, hogy a kollégám jószágok keresik az új pár lehetőséget, más területekre megyünk, az a sivatagi lilénél is fennáll. Egy PhD hallgató, a Josie Jackson vitte ezt a témát egy fokkal tovább. A madagaszki és a székilile minták alapján kollégák segítségével gyűjtöttünk vérmintákat a monogám és polygám lilékről, és azt jelenti, hogy ez egy elég rossz ábra, úgyhogy nagyon nehéz megérteni, de a sztori az, hogy a monogám liléknek földrajzi tagoltsága van. Aki olyan, mint a régi világban a falusi rendszer, vagy a svájci völgye, egy völgybe, egy család, azok nem mozdultak, nem volt emigráció vagy immigráció. Monogám lilék helyhülye. A poligámok azok mozdulnak mindenfelé, és ennek következében, mivel mozdulnak, van gérállomás. Tehát a mintázat az, hogy a poligám fajoknál a speciáció lassú, mint a monogámoknál. Ez egy érdekes eredmény volt, és persze a média az ráugrott, és nagy palávát váltak. Ezek egy nagy részt ilyen spanyol lapokkal közös. De a legjobb az ez volt, ez a Daily Mail. Az újságíró az egy délután felhívott, és egy órán belül ez fenn volt a Daily Mail a weblapján. Én olvastam, én nem értettem. Mi az, hogy Tinder? Nem tudom, hogy ezt felhívtam Adriához. Hát én nem tudom. És aztán végül azt mondta, hogy nem tudom, de végül is a Tinder, és az ott persze mindenki tudja, próbálják a sztorit lefordítani a közönség nyelvére, hogy a túl sok szex, az lelassítja a fajképződést. Hát ennél volt nálam a nagyobb megdöbbentő hír is, de valahogy így próbálják a újságírók a sztorit fordítani. Tehát végül is az első résznek, a fajképződésnek az a eddigi konklúzió, dolgozunk ezen is továbbra is, de a jelenlegi konklúzió az, hogy az ivari szelekció, amit mi látunk, poligámia, amiatt, hogy az egyedek térbelileg mozognak, ez lassítja a fajképződést, és nem pedig gyorsítja.
És szerencsére nem sokan vagyunk, akik ezt gondolják, de hát ezért lényeges egy felfedezés, mert olyat találsz, amit mások nem. A második téma, amin dolgozunk, a konfliktus és kooperáció. A családokon belül ezt a két témát szokás külön választani. Egyrészt a szülők, a papa, mama érdeke, genetikai érdeke azonos, mivel abban érdekeltek, hogy sikerült gyerekeik legyenek, és a biológiai szülők révén, tehát rá is, tehát két külön kivaló egyedül beszélünk. Ebben az esetben az utódok a szülők 50%-át öröklik a genetikai állományt. Konfliktus az abból származik, hogy mindkét szülőnek lehet új párkapcsolata. A férfinek is, meg a nőnek is. Tehát az evolúciós szempontból nem biztos, hogy az jó, hogy minden energiát a meglévő családba fektetni, mert lehet két-három új családot is alapítani. Tehát ez az evolúciós kérdés, ez a konfliktus és a kooperáció. A Kosztolányi András kollégámmal ezt az arab emirátusban néztük. Az arab emirátusban a felső kép, a reggel az enyhe, a bűvösnek is lehet nevezni, 32 fok körüli hőmérséklettel kezdődik. Ez a napi az felső ábráról beszélek, 0 az a éjfél után, és 24 óra, és az a 6-tól 8-as időpontban lehet lenni, hogy 32-34 fok körül van a külső hőmérséklet. Délre felmegy 50 Celsius fok, tehát ez nem Fahrenheit, ez Celsius fok. Celsius fok, jó. És látja az ember, aki kimegy a területre, hogy a lények szenvednek, hogy ők nem izzadnak, mert nincs, mint a kutya, nincs olyan mérigyük, a izzadság mérigyük, hanem csak lihegnek szegények, és ha megfogja az ember, akkor nem is fogja meg, mert iszonyúan forró. Na, hogyan birkóznak meg a illeszülők ezzel a meleggel? Hát érdekes módon az történik, hogy ha reggel néz az ember ezeket a lidegnek a fészkeket, akkor azt találja az ember, hogy a szülők nagy része nem védi, nem potolja a tojásokat. Ez, hogy a hím mennyit volt még, meg a nőstény. Ezért van ez az átkos vonal, mert nagyon ritkán ül két szülő egymás tetején. Tehát ez százat kiadja. No? Sokáig én nem vettem észre, András biztos észrevette, én nem vettem észre ezt az adatpontot, ez egy fészek. A hím nem csinál semmit, a nőstény nem csinál semmit. Ez valószínűleg a jövő generáció lesz az embereknek. A hím az el van foglalva, mind a kettő el van foglalva textelni, hogy mennyire jó szülők, és akkor a gyerekek meg ott sírnak magukban. Mi történik, hogyha visszamegy ezekhez a fészkekhez délbe az ember, 12 óra? Ugyanazok a fészkek. Azt lehet látni, hogy a kép teljesen megváltozik. Tehát 12 órakor olyan, mint az óramű. A hím és a nőstény egymást váltja nagyon precíz, beosztott ritmusban. Ennek egyszerűen az az oka, hogyha megnézed az ember a felső ember, az az oka, hogy délben ez a szápkának hívják, ez a sós homok, ez ízzik. Tehát azok a szülők, akik lazítanak, azoknak nem gyerekük lesz, hanem egy nagyon finom omlettjük. Omlett. Vagy kenítve. És a természetes szelekció nem szereti az omlettet általában. De én ezt úgy illusztrálom, hogy reggel, amikor nincs erős szelekciós tényező, akkor lehet vitatkozni, hogy a gyereket 60%-ban én csinál, 40%-ban te vas, stb. Mert nincs büntetés. Délben nincs vita. Mert van egy erős szelekciós nyomás, hogy a szülőknek együtt kell dolgozni. Na ezt a témát két vonalon vittük tovább. Az egyik vonalon csináltunk egy kísérletet, amivel a fészken borítottságát változtattuk. A fészkek egy része, a szégére fészkek nyíltan van, a másik része egy kis bokor alatt árnyékban. Tehát az árnyékolás az egy kicsit védi a tojásokat, és szerencsére ezt lehetett manipulálni, voltak fészkek, ahová hozzáadtunk egy kis bokor, másikok pedig eltávolítottak. Tényleg az jött ki, hogy a tradíciónak megfelelően a
a hőmérséklet befolyásolta a szüleknek az együttműködését. Marko Zoltán kollégámmal együtt, a Nagy Zoltán pedig modelleztük a specifikációval, azt kérdeztük, hogy mi tartja össze a családokat. És a Zoltán modellje alapján az jött ki, hogy azok a szülők, akik specializálódnak bizonyos feladatot, tehát a papa jó egyes dolgokban, a mama jó egy másik feladatban, ez elegendő ahhoz, hogy a család együtt maradjon, ugyanis a sikeres szaporodás érdekében mindkét tulajdonságra szükség van. A harmadik téma, amivel elég sokat gondolkozunk, az az ivararánynak vezethető vissza. A Darwinnak a 1871-es könyvében, ami az ember eredetéről és az ivari szelekcióról szól, az első része, ez itt van a könyvnek a borítója, egy 20-25 oldalba tárgyalja a populáció ivararányának a szerepét. Miért lényeges ez? Azért lényeges, a Darwin azt ismerte fel, hogy a hímek és nőstények aránya egy adott populáción belül változtatja, hogy mennyire kompetitív. Kit talál meg? Ki az, akik az utódokat tudja gondozni? A következő néhány néhány érdemes ezt fejbe tartani, hogy populációkat mi két csoportra lehet osztani. Vannak a nő túlsúlyos populációk, nem a nők túlsúlyosak, hanem a nő túlsúlyos populáció. Tehát a több nő van egy populációban, mint férfi, és ennek a másik oldala a férfi túlsúlyos populáció. Nem a férfiak túlsúlyosak, sajnos egyre az inkább azok vagyunk, de nem a férfiak, hanem a számuk van többségben, és ez azt jelenti, hogy több férfi van a populáció. Miért jelentős ez? Úgy gondoljuk, hogy ez jelentős. Az első dolog, az első eredmény, amit ezen az ivararány vonalon végeztük, az egy nagyon egyszerű demográfiai modell volt Andrással és Zoltánnal. Egyszerűen azt csináltuk, hogy megbecsültük, hogy ezek a kis fiókákra molekulárisan kell szexálni, mert a fiúk ugyanígy néz, mint a lányfiúka. Legszexáltó megnéztük, hogy mennyire jöttek túl, és ebből lehet becsülni, hogy mire elérik az ötkor, hányan maradnak. Ezt hívjuk felnőttkori ivararánynak. És egy megdöbbentő szám jön ki, 6-szor több férfi lile van a populáció, mint nőstény. 6-szor több. Az evolúciós kézikönyvek azt mondják, az ivararánynak egy az egy, tehát egyformának kellene lenni a hímeknek a nőstények. Először azt hittem, hogy ezt nem fogjuk tudni publikálni, szerencsére senkinek nem okozott túl nagy gondot. Amíg mi leellenőriztük, megnéztük, de végül is ez a mintázat. Én akkor nyugodtam meg, amikor egy teljesen más oldal, ez egy demográfiai vizsgálat volt, tehát sok számot össze kell szorozni gyakorlatilag. Amikor egy teljesen más úton hasonló eredményt kaptunk, mit értek el azon, hogy hasonló. A 96-ban a kis Jánossal végeztünk egy kísérletet, amiben eltávolítottuk vagy a férfit, vagy a nőt, vagy nem az embereket, a liléket. A papát vagy a mamát leszettük a családból. Miért? Nem azért, mert mi gonoszok vagyunk. Azért, mert minket az érdekelt, hogy próbáltuk megérteni, hogy mennyi idő alatt talál egy új párt magának a papa meg a mama. Nyilván, hogyha sok férfi van a populációban, akkor a lányok találnak párt magának gyorsan. Ha sok nőstény van a populációban, akkor a férfiak. A kísérletnek az eredmény az egyértelmű volt. A lányok, a lányvilé gyakorlatilag fél nap alatt találtak egy új párt maguknak. A fiúlilék élete az egy katasztrófa. Volt egy olyan srác, aki 45 napon keresztül próbált egy új lányokat szeretni. Nem sikerült. Hogy lehet ez? Ez úgy lehetséges, hogy a ivararányok nem egy az egyben. Tehát nem egyforma az ivararány, hanem ezek között eltérés van, mégpedig több a férfi, mint a nő. És ezt a vonalat több úton folytatjuk tovább.
Az egyik út az, hogy megismételtük a kísérletet Madagaszkárban. Két másik faja. És a van egy nagyon rendes kolumbiai srác, Kolumbiákkal a legnagyobb katasztrófa utazni, mert ugye a drug dealer, tehát a szegény Jorgével, ahová utaztunk a Jorgét, az mindenhol egy fél órás vizsgálat volt, mindenit szétszették, hogy hány kiló kokain hordott magával, egy nagyon rendes srác, természetvédő állása van most már, de végül is, amikor mentünk együtt, a szegény az élete nagyon megnézett. A székélyülének a újrapámosodás ideje, ez a valóban, az, amit mi csináltunk Tuzlán, Törökországban, és a Jorge pedig ezt a két madagaszki fajnak ugyanezt a kísérletet hajtott a végre, és azt találta, hogy az egyik fajnál egyformák voltak a újrapárosodás idő, a sivatagi lélénél meg pontosan fordítva. Ebből az a következtetés jön, hogy esetleg a sivatagi lélénél több a nőstény a populáció. Visszaléptünk a demográfiához, egy Németországban kiégződő hallgató segítségével egy demográfiai modellt készítettünk, aminek tényleg ez egy elég komplikált modell, de a fő eredménye az, hogy a közelrokon lilefajoknál egyikében hím túlsúlyos a populáció, másik lilektel nőstény túlsúlyos a populáció. Tehát természetes változatosság van, hogy hány fiú és hány lány van a populációra. Na ezt a vonalat a literalissal vittünk tovább egy másik szinten, nem terepmunkával, hanem komparatív, a fajok összehasonlításával. A komparatív biológia nagyon fontos része a biológiának, és jó általános mintázatokat lehet tesztelni. Tehát az első vizsgálatom Andrással az volt, amikor megnéztük, hogy a hím túlsúlyos ivararány és a nőstény túlsúlyos ivararány a partimadarak körében tényleg korrelál-e, kapcsolatban van-e azzal, hogy a hím gondozza a fiókákat, vagy sem. Ugyanis a székidős vizsgálatokból, meg a sivatagi lélés vizsgálatokból ez volt a következtetés. És a vizsgálat eredmény, ez a komparatív vizsgálat eredmény az, hogy igenis, az utógondozás is, és a poligámiát is, a felnőttkori ivararán azt korrelálta, befolyásolja. Az ivararány vonalán a legutolsó vizsgálatunk, amit itt el szeretnék mondani, azt a Tipo Nyivet vezetésével végeztük, ahol azt kérdeztük, hogy a ivararány az honnan jön, mi az eredete? Ennek többféle eredete van, de az egyik hipotézis, amit a madarászok meg az emlős kutatók több évtizedet említettek, az, hogy a madaraknál a legtöbb madárpopulációban több hímet lehet látni. Ennek úgy gondolták, hogy az az oka, hogy a mamák kotolják a tojásokat, és a nőstények kotolják a tojásokat, és a predátorok, amikor jönnek, akkor a mamákat eszik meg. Hímeknél, emlősöknél érdekes módon a nőstények vannak többségben. Tehát embernél is, hogy 45 életkor, 40-45 éven felül a nőstények vannak többségben, és ez az emlősökre jellemző. Az érdekes módon emlősök és madarak nem csak a tollazat különbözik, hanem az ivar meghatározási rendszerű. Tehát a madarak ZW, a heterogám nem, az a madaraknál a nőstény. Az emlősökben a heterogámok pedig a férfi. És hogy lehet ezt tesztelni, hogy a populáció ivararán kapcsolatban van a ivar meghatározási rendszer. Madarak a emlősökben nem lehet, mert N=1. Tehát nincs mintázat. De szerencsére a két életűek és emlősök között több evolúciós változás van az XY és a ZW rendszerek között, és amikor megnéztük a populáció ivararánynál, akkor egy nagyon megdöbbentő mintázat jött ki, ugyanis az, hogy amit mi a madaraknál erősebben látunk, az a kétérzékes hüllőknél is megfigyeltük. Tehát magyarul az ivar meghatározási rendszer XY vagy Z, az befolyásolja, hogy fiúk vagy lányok vannak többségben a populációban. Ezt nagyon örülünk, hogy az evolúciós könyv a
futóimának a klasszikus egyetemi tankönyve, ez az egyik fő példa a komparatív módszerre. Hol járunk? Hát ott járunk, hogy ez a Ibertel és másokkal elért eredményünk, ez afelé mutat, hogy valahol az ivar meghatározási rendszerek kapcsolatban vannak, hogy a fiúk vagy lányok dominálnak egy populációba, és ez valahol kapcsolódik ahhoz, hogy milyen a szaporodási rendszer egy adott állatfajban. Hogy aztán ezek a nyilak jobbról balra, vagy balról jobbra mennek, azt nem tudjuk, de minden esetben ez egy korreláció, amit a jövőben szeretnénk megnézni. Na, vége felé haladva a lilés vizsgálatoknak, ez egy bevezető ábra, ami azt mutatja, hogy amit Lazik erősen meg is említett, hogy sokfelé dolgoztunk, és sajnos az a megfigyelés, hogy bárhová megyünk, mindenhol a természetes élőhelyek csökkennek, lecsapolják a tavakat, hoteleket építenek, minden őrültséget csinálnak az emberek, világszerte, sajnos. Ennek az egyik következménye, hogy a predátorok, akik elpusztítják a fészkeket, vagy a felnőtt madarakat is, azok emberhez kötöttek, a rókák, sülök, erről nem is beszélve, és a közvetlenül vagy közvetve az emberek segítik ezeknek a fészek predátoroknak a populáció mértékét. A Wojtek cseh PhD hallgatóval kezdtük el ezt a vizsgálatot pár éve, és a Wojteknek volt ez az ötlete, hogy nézzük meg világszerte, hogyan változtak a madarak, a parti madarak fészek predációt. A fotókon van egy nagyon jó videó, hogy ezt nem akarom levetíteni a párkot. Az mutatja, hogy egy fészket hogyan eszik meg egy skua, egy ilyen parazita, fészek elő jószág. Tehát az ábrán azt lehet látni, hogy a 2000 előtt a fészek, napi fészek relációs arány az viszonylag kicsi volt, nagy és fehér vagy ilyen rózsaszínes az ára. 2000 óta nagyon sok a piros szín, ami azt jelenti, hogy megnőtt a fészek reláció száma, és az lassú ára pedig a változás mértékét mutatja. Már változás, de ahol nagyon piros, az azt jelenti, hogy nagyon megnőtt a fészek relációnak a gyakorisága. Tehát ez az ábra foglalja ezt össze. A 2044-es évektől kezdve, amit az adatot tudtunk szerezni, nem mi szereztük el az irodalmat, az adatot, a fészek korreláció magasan megnövekedett, tehát világszerte, de különösen a sarki élőhelyeken jellemző. Na most mit teszünk mi annak érdekében, hogy ne így legyen? Hát mi úgy gondolom, mint biológus kutatóknak, nekünk azért egy feladatunk, hogy a természetvédelem és a biodiverzitás megőrzését is segítsük, és én ebből a szempontból nagyon szerencsés vagyok, mert az Élvonal Projecten keresztül nem csak a madarak párzási utódgondolatot evolúciós kérdésekkel foglalkozunk, hanem elkezdtünk dolgozni, hogy hogyan lehet rekonstruálni mocsarakat, hogyan lehet élőhelyeket teremteni, hogyan lehet fiatalokat, természetvédő fiatalokat képezni. Tehát mi próbáljuk, amit csak lehet megtenni, hogy javuljon a helyzet. Tehát ez az összefoglaló ábrája, hogy hol járunk, tehát ebből a két egyszerű megfigyelésből, hogy az utódgondolás változik a székilivénél, és a fészkert, a családot átadó vivékadók újra párosodnak, ebből négy tudományos területen végeztünk kutatásokat, és reméljük, hogy a jövőben ezeket is folytatni tudjuk. Na most mit tanultunk? Hát az első dolog az, hogy specifikus dolgokat tanultunk. Tehát mindegyik cikkben van, próbáltunk eredményeket betenni, ami egy specifikus vizsgálat, vagy akár egy review, egy nagyon lélegzetű review-nak áttekintő dolgozatnak az eredménye, vagy akár könyvformájában, vagy speciális, mint a Filtrans, speciális formában jelentettük meg. Tehát ezek a specifikus eredmények. Mik az általános tanulságok? Hát az első általános tanulság szerintem az az, hogy fontos egy jelenséget több szempontból megnézni. Kutató az azért kutató, hogy nem hiszi el, amit lát, próbálja más úton
más úton meggyőzni magát, hogy tényleg az történik. Ennek egy jó példája ez a Vasarely-nek a kép, amit én a Pompidou palotánál láttam először. Ugye lehet látni 5 kockát, és akkor az 5 kockának van egy kis kocka az 5 sarkában. És ugye ez a kis kocka, ez kifelé áll, vagy befelé, ez függ attól, hogy mennyit, nézni kell néhány másodpercig. És akkor utána emlékszem, hogy nekem olyan 10-15 másodperc kell, hirtelen a kocka kijön, hogy bemegy. Végül ez ugyanaz a kép, csak az, hogy ahogy az agyunk leképezi, ahogy az agyunk értelmezi ezt a jelenséget. Tehát fontos, hogy egy dolgot több szempontból megvizsgálni. Második dolog, biológia azért a kölcsönhatásokra épül, tehát az, hogy mi van az X-tengernek, mi van az Y-tenger, az nagyon gyorsan elmondjuk a hallgatóra, csak hogy nem foglalkozunk vele, ez van az X-en, ez meg van az Y-on, kész, meg kell tanulni az kész, de valójában ez nem így van, mert ezek evolúciós rendszerek, tehát a kölcsönhatások azok nagyon fontosak. Mi is próbáljuk azt az agyunkat ránevelni, hogy más szempontunkból nézzük a jelenséget. Nem egyszerű dolog, mert megvannak a hátterei. És a végén az utolsó tanulság az, hogy a Laci említette, azért fontos a jelenségeket persze több szinten lehet nézni, biológiában csodálatos dolog, hogy egy egyedet tudsz, bele tudsz nézni a genomjába, bele tudsz nézni az idegrendszerébe, tudod nézni a populáció belüli kölcsönhatásokat, nagyon lehet nézni a nagy léptékű evolúció változásokat. Egyféle izgalmas és stimuláló dolog, hogy az ember csak mozog a rendszerek között. A legfontosabb dolog, hogy azért produktívnak kell maradni, bármilyen szintezésre csinálja az ember. Hát az előadás vége felé nem tudnám ennél jobb idézetet választani. Úgy gondolom, hogy a Szent György az egy nagy ember volt, és erre emlékszem, hogy amikor a tévét néztük, a kiskoromban ezt a magyar tévén ezt elmond, ez egy nagyon okos dolog, felfedezni valamit, annyit tesz, hogy látni, amit mindenki lát, és közben arra gondolja, amire még senki. Tehát ez egy felfedezés. Most én úgy gondolom, hogy én szerencsés voltam, meg vagyok, hogy itt vagyok, hogy nagyon sok támogatóm, sok barátom, a kollégám van, de én úgy gondolom, hogy nekünk, tudósoknak felelősségünk van a jövő generáció érdekében, és én ezért tettem be ezt a diát, hogy a mi területünkön evolúció, ökológia, viselkedés, ez a 4 dolog, amit én személy szerint nagyon fontosnak tartok. Az első dolog az, hogy elő kell segíteni a kiválóságban, a kiváló kutatókat, a kiváló intézményeket meg kell becsülni. Létezik ilyen az országban több, szerencsére, de ebből több kell, és ennél még fontosabb, hogy ezek az intézmények nemzetközileg jelenjenek meg. Az interneten, minden az interneten. A második dolog, össze kell fogni a kutatóintézetek, egyetemek, meg természetvédelmi, biológusok között, sokszor vannak ilyen álfeszültségek, ilyen rivalizációk, meg hatalmi harcok, kicsesztések, ezek a legnagyobb hülyeségek a világon. Kis ország vagyunk, össze kell fogni a egy városban, Debrecen, Budapest, Szeged, a biológusoknak össze kell ülni, és ki kell találni, hogyan lehet közös projekteket csinálni. A PhD képzést én személy szerint iszonyúan fontosnak tartom, egyrészt a hallgatóknak tudni kell a szakirodalmat, és nem arról van szó, hogy angolul beszélni kell, nem, arról, hogy angolul kell jól írni, angolul kell jól előadni, angolul kell jól vitatkozni. A világ nem áll le, ahogy a virágártás mondta, a nemzetközi helyzet egyre fokozódik. Mennyire ez a problémát? Tehát nem lehet leállni. A több nemzetközi kapcsolat kell jönni, menni, információt szerezni, és ezzel együtt mi is a tudományos vezetés, a tudományos irodalom része. Széchenyi István idézetével szeretném befejezni, akarni kell megjössz. Mennyire igazam? Na, az utolsó két diát, tényleg köszönetet szeretném fejezni a tanárainak, ezek közül a Zoltán és Csaba van itt, tényleg nagyon-nagyon köszönöm, hogy támogattatok és segítettetek. Aki nincsenek köztünk, az Pista bácsi, Jakucs Pál, hallgatóim Zoltán,
Liker Andrés, Kosztolányi András, Lengyel Szabolcs, Kis János, Szent Irma is van, Pogány Ákos, Lendve Jádán. A rengeteg kollaborátommal nagyon, nagyon szerencsés vagyok, hogy, hogy itt vagytok. Tényleg köszönöm a hallgatóimnak, és köszönöm tényleg, hogy segítetetek, elviselitek a sokszor a hülyeségeimet. Azért néha pénzt is tudtunk szerezni, néhány szervezeti talú meg van említve, az azért rendben több volt, de azért ezek voltak a lényegesek. Fésus Lacinak, Örsnek, Péternek, Pap Lászlónak, Sányi Vilmosnak és Porrani Jánosnak nagyon köszönöm, hogy, hogy engem erre megtiszteltetésre javasoltak, és végezetül a feleségemnek, meg gyerekeimnek tényleg köszönöm.